Három apáca megy az országúton, autót vezetnek, hát csak a kocsi megáll, kifogy a üzemanyag. És bemennek a legközelebbi portára, ahol a gazda jobb híján egy rozsdás biliben ad nekik üzemanyagot, egy kis benzint. Na, töltik a apácák a benzint a tartályba, arra jön egy rabbi. Nézi őket, aztán megszólal, hát nővérek, az igaz, hogy én a maguk vallásával nem tudok egyetérteni, de a maguk hite, az csodálatos. Nagy szeretettel kérjük az anyagi hozzájárulást ezekhez az estekhez. Az YouTube-on ingyenesen tekinthetőek meg ezek az előadások. Aki teheti, az havonta egy croissant és egy kávé árát kérjük, hogy hát ajánlja föl a keddek.hu oldalon, meg lehet nézni, hogy milyen formában lehet ezt megtenni. Szerintem egyetlen emberi hivatás van, és ez a szerelem, házasság. Ezt Henri Boulard atya mondta abban az előadásban, amely a szerelemről és a szexről szólt, és aztán úgy folytatta, hogy nem mondtam le én a szerelemről, csak elhalasztottam az örök életre. És ott a maga teljességében, a mostani földi gondolkodásunkkal elképzelhetetlen módon a maga teljességében fogom majd megélni. És miközben őt hallgattam, megfogalmazódott, megjelent bennem egy gömb, a szerelemnek a gömbje, amit, hogyha félbevágunk, akkor egy koncentrikus körökből álló felületet látunk magunk előtt. A közepén itt a magmában, itt lobog a teljesen önátadó és szenvedélyes lobogó szerelem, a testi szerelem, a szex. Azt a magmát körülvevő, körülölelő, következő körcikken találjuk a, ez a testiség, ugye, és itt találjuk a szellemmel táplálkozó, és a szellem által a szexet tápláló következő réteget, ez a szerelem. És a legkülső rétegen pedig találjuk ezt az Agape című részt, ugye ez itten az Érosz, ez a belső szenvedélyes, nagy vonzalmakra épülő terület, és a külső héjon találjuk a szeretetet, amely magába foglalja a önátadáson kívül, a szerelmen kívül az áldozatvállalásokat és a felelősségvállalást is. Tehát itt találjuk. Ja, bocsánat, ez a szerelem. Tehát, bocsánat. Tehát itt, ahogyan a test, a szellem és a lélek találkozik. A szerelem már magában foglalja a beszélgetéseket, és a szeretet pedig az imádságokat, a közös imádságokat is. Akkor, amikor a szerelemre gondolunk, akkor egy olyan emlékköteg ömlik rám. Ugye akkor, amikor a szerelem lép be, akkor gondoltam én, hogy igen, mert te vagy az, aki nekem a legjobban tetszel. Te vagy az, akire vártam. Gondoltam én magamban,
1967-ben, amikor minden fiú megnövesztette váligérőre a haját, és nekem csak az tetszett volna, aki egészen tengerész gyalogosan rövidre vágatja a haját. És aztán találtam egy ilyet, valahol arra jártam, erre én. Te vagy az, aki engem a szerelmeddel dédelgetsz, gondoltam én magamban, és akit én a szerelmemmel dédelgethetek. Te vagy az, aki kiállsz az elveidért, mert veled beszélgetni tudok, ugye? És a beszélgetésünk azért jöhet létre, mert mind a ketten úgy látjuk az életet, hogy az Úristen tenyerén az egész élet, köztük a miénk is, ott zajlik. Az egész emberi élet, és köztük a miénk is, ott zajlik. És te kimersz-e állni, ha már vannak elveid, az elveidért? Te egy bátor fiú vagy. Én egy olyan bátor fiút kerestem, ami különleges, ami lovagias, mert hát igazából egy igazi lovagot kerestem magamnak, olyat, aki mind a mellett, hogy még megbízható is, és felelősséget is mer vállalni, és áldozatokat is mer vállalni, egy igazi lovag. És ezek a mai lányok a fekete, zöld, lila körmükkel, ők is lovagot keresnek, a lányok lovagot keresnek. A fiúk esete egyszerű dolog. A fiúk azok ugye keresnek egy tapasztalt kurtizán és egy tökéletes édesanya keverékét. Hát ez egy egészen szimpla, egyszerű feladat, ezt az elképzelést teljesíteni, de valahogyan nem lehetetlen, mert azért ismerünk párokat, akik meg tudták egymást találni. Tehát itt ugye a harmadik körön látjuk a szeretetet, ami magában foglalja a felelősségvállalást és az áldozatokat is. Az, amikor mi ketten találkoztunk, az egy ilyen villámcsapás-szerű találkozás volt. Pár óra alatt kiderült kettőnk számára, hogy mi ketten megtaláltuk most a másik felünk. Ki tudja mióta, milyen régóta kerestük. Én 20 éves voltam, Péter 23, de nagyon-nagyon hosszú időnek tűnt, amióta kerestük a másik felünket. És teljes bizonyossággal megéreztük mind a ketten, hogy ő az, ő a másik felem. Amikor fiatalokkal találkozom, és erről beszélgetünk, akkor önekik is mindig el szoktam mondani, hogy valahol a világban él a másik feled. És gondolj rá úgy, mint felelősséggel, mint akiért te felelős vagy, hogy ő, amikor majd veled találkozik, az ártatlanságának is még a birtokában legyen. Tehát az ártatlanságot olyan értelemben gondolom most, hogy még nem hagyta magát megrontani mindenféle divatos elvektől, még nem hagyta magát besorozni a semmiféle tömegbe, még megmert maradni abban a gyermeki üdességében és hitében, ahogyan megálmodta őt egy nő magának, és megálmodta őt egy fiú magának, mint egy királylányt, hogy majd lesz egyszer egy családunk, annak az élén, a családnak az élén áll egy királynő, és áll egy király, és a gyerekeink lesznek a kis királylányok, királyfiak. El szoktam nekik olvasni ezt az imádságomat, amelyiknek az a címe: imádság ismeretlen társamért.
Uram, köszönöm, hogy valahol a világban él a másik felem. Köszönöm, hogy kedvesnek, gyöngédnek, megbízhatónak, bátornak teremtetted őt. Kérlek, vigyázz rá, segítsd őt, hogy a gonosz hatásoknak ellent tudjon állni. Segíts engem is, hogy álhatatosan keressem a társamat, és a jót erősítsem magamban. Légy velünk, amikor találkozunk, hogy el ne rohanjunk egymás mellett. Segíts, hogy egymásra ismerjünk, és az örömünk nagy legyen. Rád bízom, Uram, a társamat, a másik felemet, akit még nem ismerek. Köszönöm, hogy hallod a hangom, és válaszolsz nekem. Amen. Hát mi ezután, hogy így egymásra ismertünk, végtelen gyorsan mentek az események. Mi fél éven belül összeházasodtunk a szüleink legnagyobb rémületére, és most így visszagondolva, úgy látom, hogy legalábbis nagyon meg tudom őket érteni. Mert mi ketten azt mondhatjuk, hogy nekünk igazunk volt, hogy nem vártunk. Mert mind a ketten azt éreztük, hogy elveszíthetjük egymást, elsodorhatják tőlünk a rohanó események. És hát volt itt valaki, főleg Péter, aki nagyon-nagyon sürgette ezt az esküvőt, és mi összeházasodtunk nagyon gyorsan. Megszokták tőlünk kérdezni, hogy mi a hosszú házasságnak a titka. Van egy történetem erről, amikor két barátnő találkozik, hát jaj, Luizikám, hallom, hogy most lesz a 25. házassági évfordulótok, hát mit adsz a férjed? Hát tudod, amikor a 15. évfordulónk volt, 10 évvel ezelőtt, akkor elvittem őt Ausztriába, és ott egy kis erdei kunyhóban, egy erdő közepén csodálatos napokat éltünk. Hát na és most visszamegyek érte, és hazahozom őt. És van ebben valami, ebben a történetecskében, ami miatt elmondtam ezt itt, tehát tényleg nem szükséges, hogy örökké ott üljünk egymás szoknyájának, nadrágjának a szélén. Azt olvastam Halil Gibrannál, hogy még a fák sem tudnak egymás árnyékában nőni. Hát nem tudunk örökké, és nem is olyan az életünk, tehát ebben a körülmények segítenek, hogy ne üljünk örökké egymás közelében. Elkezdődött ez a mi közös házas életünk. Se jegyes oktatás, se okos olvasmányok, sem néznivalók, sem bensőséges, jó baráti beszélgetések, amik mondjuk például szülőkkel lehettek volna, de ezek a mi generációnkban nem volt szokás még a nagyon, nagyon intim témákról, mi a szülőkkel nem tudtunk beszélgetni, sokkal puritánabb volt a kapcsolat. Tehát mindent, amit a házasságról előzőleg megtanulhattunk volna, azt a esküvő után kellett elkezdenünk megtanulni a mindennapokban. Ebből nagyon sok surlódásunk lett. Nem volt elég, hogy az egyik, a házasfél nő, aki ugye mindent az érzelmek felől közelít, a másik fél egy férfi, aki mindent a praktikum felől néz, és csináljunk már valamit, egy ilyen állandó izgalomban él, hogy történjenek a dolgok, amiket felelősséggel, mint egy feladatot el lehet végezni.
kérdésekre azonnal a választ meg lehet adni. Mi ráadásul hitvitákat folytattunk. Ugye én római katolikus vagyok, ő egy protestáns ember, evangélikus. És nagyon tudtuk egymást bántani ezekben a kérdésekben. Egyik ilyen nagy kérdés volt, ugye a papi cölibátus kérdés, amin sokat tudtuk egymást szúrni és bántani. Másik nagy téma volt a Jézus anyjának, Máriának a tisztelete. És végül eljutottunk odáig, hogy meg kell ismernünk egymás felekezetéből, ami megismerhető, és ami jó benne, és ami közös benne. Megint van egy történetem itt, amikor a három apáca megy az országúton, autót vezetnek, ez csak a kocsi megáll, kifogy a üzemanyag. És bemennek a legközelebbi portára, ahol a gazda jobb híján egy rozsdás biliben ad nekik üzemanyagot, egy kis benzint. Na, töltik az apácák a benzint a tartályba, arra jön egy rabbi. Nézi őket, aztán megszólal, hát nővérek, az igaz, hogy én a maguk vallásával nem tudok egyetérteni, de a maguk hite, az csodálatos. És valahol itt volt az a pont, ahol, ameddig mi is el tudtunk jutni, mi ketten, hogy van egy pont, ahol a teremtő maga, akivel szembe kell néznünk. Végül is csak nem képzeljük, hogy a teremtőnek számít, hogy letérdelünk, vagy keresztet vetünk, vagy hogy vannak a formaságaink. Eddig tudtunk eljutni, és aztán egy kicsikét jött a tanulás, valamennyi munka. Két protestáns keresztgyerekkel jártam végig az evangélikus hittant, hogy valamit egy kicsikét én is tudjak abból, amit a férjem gyerekkorától kezdve, ő egy olyan családban nőtt, ahol komolyan vették nagyon a vallási kérdéseket. És Péter pedig elkezdett velem időnként eljönni katolikus lelki gyakorlatra. Az első ilyen lelki gyakorlat éppen Böjte Csabáé volt. Még nem, igen, hát ez ugye 40 évvel ezelőtt körülbelül, és választ kapott a Mária tisztelet kérdésre például. És volt több ilyen nagyon mély lelki gyakorlat alkalom, ahol ketten vettünk részt. És lassan kezdett kialakulni, ami családi ökuménénk, házasságon belüli harmónia szerűség, de nem tagadom le, nem is lehet, mert itt ül a lányunk és a kedves vőnk, és a lányunk nagyon jól megcáfolna, hogyha nagy lelki békéről és nagy örökös békéről, családi békéről számolnék be. Voltak surlódásaink, változatlanul továbbra is, de kezdett ez a mi családi életünk jó arcot ölteni. Így utólag azt mondhatom az ökuménével kapcsolatban, hogy bizonyos, hogy egyszerűbb az élet, ha olyan társaknál, akiknek a hitük és a vallásuk fontos, egyszerűbb az élet, ha ugyanahoz a valláshoz tartoznak mind a ketten. Nem kell mindent előről felásni, és aztán úgy magukat szórni, és úgy a növényeket nevelgetni, mert már ez megtörtént korábban. Mi nekünk végig kellett járnunk ezt az utat, és nem bántuk meg
Igen. Semmi atyánál volt nehéz, mert ott egy hétig egy szót se szólhattam, csak este 6 óra és 8 között lehetett beszélni, úgyhogy a szünetekben elmentem hátra a Baromfi udvarra, és ott a csúbokkal beszélgettem meg a kapossal. Hát tudjuk, akik, nem tudom, akik a római katolikus valláshoz tartoznak, hogy a lelki gyakorlatokon ottan egész nap, igen, ott némassági fogadalom van. Igen, hát ez másnak se egyszerű. Annak, aki szavak nélkül tulajdonképpen nem tudja elképzelni az életet, hát annak ez sokszoros feladat. Nagyon is tudtam én azt mindig értékelni és megköszönni. Tényleg, hogy ez így volt. Most az, hogy egyáltalán egy 20. 21. századi embernek miért kell, miért fontos, miért szükséges, hogy házasságban éljen. Ezt a kérdést ezt nyugodtan föltehetjük, hogy tulajdonképpen minek a házasság? Minek az a papír a társadalmi oldaláról nézve ezt a kérdést, vagy minek az a oltár előtti eskü, ha arról a vallási oldalról nézzük a kérdést. Ezzel az egésszel én valahogy úgy vagyok meseíróként, nekem mindenről történet jut eszembe, hogy ugye annak idején, amikor mi nekünk a kapcsolatunk elkezdődött, és aztán elég hosszasan utána, mi nagyon szerettünk sátrazni. És a gyerekeink, a saját gyerekeinkkel folytatják ezt a csodálatos életformát, ami azért nagyon gyönyörű és csodálatos, mindannyian tudjátok, de a mi szempontunkból az volt benne a leggyönyörűbb, hogy azt a kis fedelet a fejünk fölé, azt mi állítottuk fel, a rosszkos sátrunkat. Annak idején ugye sátorral utazni, sátorral nyaralni, fantasztikus szép dolog. Bejön a természet a házunkba, és együtt lélegzünk az élővilággal. Egy szabad, gyönyörű. Mindeközben mi viszont albérletben éltünk, és a házasságunknak a 7. évében érkeztünk el odáig, hogy saját otthonunk lett, persze saját otthon, ez abban az időben a tanácsi lakást jelentett, amiért nagyon sok pénzt kellett fizetnünk, és azt a nagyon sokat, azt évek alatt gyűjtögettük össze. És akkor, amikor az utcáról először néz fel az ember arra az ablakra, mi esetünkben egy első emeleti ablakok voltak ezek Kispesten. Felnézni az ablakokra, és azt nagy nehezen tudomásul venni, hogy igen, az ott a mi otthonunk, akinek olyan nagy ajándékban volt része, hogy már családja van. Az a mi családi otthonunk. És abban a pillanatban nem csak a biztonság, ami ott úrrá lesz, nem csak a büszkeség, hogy az a miénk, hanem a felelősség is ott van, hogy ez ott a mi otthonunk, az mi minden felelősséggel jár. És az áldozatok is ott vannak, hiszen csak ahhoz, hogy eddig a napig eljussunk, addig más se tettünk, mint áldozatokat hoztunk éveken keresztül. De egy hallatlan biztonsággal, büszkeséggel, felelősséggel, áldozatvállalásokkal járó állapot. És azt tudom mondani, hogy ahogyan a sátorban élés aránylik a családi otthonban éléshez, úgy aránylik egymáshoz az együttélés a házasságban éléshez. Valahogy én nekem ez így néz ki. Abban az időben, amikor a
házasságunk elkezdődött, tehát ez a folyamat indult, és teltek az évek, és eljutottunk az 55. évfordulónkig, már az 56. évet tapossuk. És egy következő kis történet, amit szeretek. Amikor lefekszik este az idős házas pár, mind a ketten a jobb oldalukon fekszenek, és a férfi háta mögött úgy elégedetlenkedni kezd a felesége, hogy hát ez nem így volt régen, nem mindig a hátadat mutattad, hanem szembe fordultál velem, a férfi megfordul. Tehát nem csak így feküdtél itt akkor, mint egy darab fa, hanem közelebb jöttél hozzám, és átöleltél. Férfi közelebb jön, és átöleli. De hát nem csak így átöleltél, hanem szenvedélyesen öleltél át, és így megharaptad a nyakamat. Férfi fölül, és elindul a fürdőszoba felé. Feleség, most hova mész? Óvom a fogamat. Azért szeretem nagyon ezt a kis történetet, mert csupa játék és szeretet. És a nyugdíjas szexről szól. A nyugdíjas szexről szól, és hát szeretjük ezt a történetet, mint a zenét. Amikor Ildikó mondta, hogy fölnéztünk életünkben először a kossuth-téri Kispesten, az ablakra, ami mögött a saját otthonunkat láthattuk, érezhettük és tudhattuk, hogy az a miénk. Én akkor már 13 éve voltam albérletben, vele együtt 6 éve. Addig születésemtől, Nagyvárattól, 43-tól, 4 éves koromig 3 országban laktam, 4 városban. És először ott az otthonunk, és ehhez még ezzel a hangulattal, amit te most eltaláltál, ahogy attól kezdve, hogy Ildikó mondta azt, hogy mikor először fölnéztünk, hogy ez a mi otthonunk, családi otthonunk, ezt a zenét eltaláltad, és ezzel még hozzáteszem azt a csodát, hogy az ablak mögött anyósom ott volt már, képzeljétek el. Előtte megözvegyült egy évvel, és akkor mi még Albertben voltunk, és azt mondtuk, hogy lesz az a lakás, és ugye mi már egy fiút átadtunk a teremtőnek, és most már lassan 10 éves házasok leszünk, de még nincs élő gyermekünk. Mondtam, hogy költözünk össze addig is anyóssal.
Én egész életemben három generációs családban nőttem fel. Ez a kalap azért van nálam állandóan, hogy nehogy véletlenül azt higgyem, hogy albérlő vagyok, vagy menekülnöm kell valahová. Én nekem háztetőmet magammal viszem. Én úgy otthon érzem magam benne a kalapban. És még egy nagyon fontos volt, hogy Döbrenten Judikót én, amikor mondta, hogy sokat kerestük egymást, 18 éves koromban halál pontosan tudtam, felsőoktatásban nem mehetek, az, hogy mit fogok elérni az életben, az egy 2, 3, 4, 5, 6 rendű dolog, egy nőt szeretnék, amit édesanyámat láttam édesapám mellett, akik 58 évig éltek szerelmi házasságban, úgyhogy édesapám 21 éves kora óta volt szerelmes édesanyámban, és édesanyám pedig hagyta magát. És biztonságot adott édesapámnak. Bárhol is volt apám 100 km-re, 500 km-re, 3500 km-re, neki volt egy biztos pont, hogy hol is van most Judit, hol van Judit? Ja, ott, arrafele, most éppen ott van Judit. És volt egy cél, ahova el lehet jutni, és egy valami biztonság. És onnan a állami és királyi főügyészi állásból Nagyváradon a Mária Nosztrai börtön töltelékig hazaáruló ellenforradalmárként, és volt egy pont, hol van Judit, ott. És nekem, hol van Ildikó, ott. Az egyetlen földi biztos ponton, és azon kívül, hogy a lelki értéken az a hűség, a megbízhatóság, a beszélgetések éjjel-nappal, addig le nem feküdtünk egy napot se 55 év alatt, amíg ki nem békültünk, minden nap összevesztünk, minden nap megbeszéltük, és minden nap megbocsátottunk. Én szögletes férfi vagyok, nem ilyen nőies, azért én szögleteseket szoktam fölrajzolni. Itt van például egy ilyen ábra, amiben megállapodtam Döbrenten Judikóval, hogy a házasságban megsértődni tilos. Mert a sértődésnek a következő lépcsője a kanális felé vezet, az a bosszú. És a következő lépcső az a gyűlölet. Menthetetlen lesz a házasság. Ezért tilos megsértődni, viszont kötelességem megbántódni. Ezen évekig vitatkoztunk, nem akart ezt a szót elfogadni. Legalább ne azt mondta, hogy kötelességem van hasznos. Nem. Kötelességem megbántódni. Hogy ezt a hangot én nem tűröm. Még a barátnőddel úgy tudtál beszélni az előbb a telefonban, hogy majdnem eléd. Olyan voltál, mint egy puncs minyon, és most menni nekem, leteszed a telefont, és először azt mondod, nem tudod már behozni onnan, ami kint van. Velem is beszélj úgy. Megbántódás után meg kell beszélni. Megbántódni, megbeszélni. Befelé forduló kapnak 72 órát. Mondjuk a Ildikó befelé fordul, ilyen szempontból kap 72 órát, közölje velem, hogy megbántódott. A Grillus Vilmos komám, akivel 16 éven keresztül több időt töltöttem a 24 órából, mint Döbrenten Ildikóval. És ő az másik ilyen, akinek adok 24 órát, hogy válaszoljon. De az ilyen kifelé forduló nagyszájú, mint én vagyok, azok kapnak 24 órát, és a befelé fordulók 72 órát kapnak reklamációra. Azután tessék elfelejteni, hogy meg vagy bántódva. Megbeszéljük, hogyha közölted, és a harmadik az a megbocsátani. Amikor Nyíregyházán tanítottam protestáns hittan szakosokat, egyik hallgatóm, egy fiú, ritka volt, amikor 10-12 hallgatóm volt, hogy egy-egy fiú is volt a lányok között, egy fiú azt mondja, hogy akkor, és akkor az úgy van, hogy megbántottunk, akkor megbeszéljük a feleségemnek, igen,
és ez alliterációs is, igen, mert ahogy mondta tanár úr, hogy a Babits Mihály városában nőtt föl Szekszárdon, akkor így könnyebb lesz megjegyezni ezt, hogy hogy is csináljuk a feleségünket. Megbántódunk, megbeszéljük, megbocsátunk, és utána megbúbolhatom. Ez egy nyírségi, bokorbeli gyerek volt, egy nagyon egészséges, kiváló gondolkodó, és a másik, amikor a három generációs családról beszéltem, hogy az ablak mögött ott volt már anyósom, és utána néhány évre rám megszületett Dorkánk, hála jó Istennek, és akkor a családi otthon teljesen kiegészült, és itt kint valami tánciskolás asztal van, ahol a Magonc óvodából, ami a Dózsa-György út és a Fasor sarkán van, egy Magonc óvoda, ahova mind a három unokánk járt, és itt ül kint egy Rózsa nevezetű nagymama, és így rám néz, és azt mondja, jaj, de jó, hogy látom, az én unokám Jonatán a maga Ábris unokájával járt a Magonc óvodába. Gyerekek, az ember amerre megy, égből pottyant, földön járóként, ennél építőbbet, ennél csodálatosabbat nem tudok elképzelni, amikor az ember ilyen találkozásoknak a résztvevője. Amikor reggelenként elindulok, akkor már az ágyban arra gondolok, hogy Uram ad, hogy ne ellenségesen, ne ellenfélként, hanem útitársként szólhassak először a feleségemhez már, és akkor könnyebb lesz a szomszédasszonyhoz is, meg a párhuzamos közlekedésben haladó járművezető társaimhoz is alkalmazkodnom. És estére még ha hazatérek, akkor meg azt mondom, hogy jaj, de jó, ezzel a Kurt Vonneguttal, hogy egyetértek ezzel a nagyon messzi amerikai gondolkodó társammal, hogy nem mindig a Bibliából idézzek, őtőle ismétlem a két héttel ezelőtti gondolatot, refrénként ajánlom, én használom is mindnyájunknak, hogy mire való az ember? Karbantartásra. Utolsó regényében, 40 év múlva, ahhoz képest, amikor ezt először leírta életében. Fölteszem megint a kérdést, hogy mire való az ember? Karbantartásra lenne való. Ehelyett mindenki építeni akar és szanálni akar. És amíg itt dobálózunk össze-vissza ezekkel a választási lehetőségekkel, mi marad nekünk? Az igazság, a tréfa és a zene. Mesével akkor kezdtem én foglalkozni, amikor megismertem Levente Pétert. Akkor történt, hogy beköltözött az életembe a szerelem, a játék és a mese. És akkor kezdtem foglalkozásszerűen foglalkozni a mesével, amikor megszületett Dorka lányom. Ez a házasságunknak a 10. évében történt. Mindig egy jó nagy családot szerettünk volna, de ugye azután, hogy az első gyermekünket vissza kellett adni a teremtőnek, ahogy Péter mondta, nem sokkal ezután, ugye Dorka 4 éves volt csak, amikor megszületett a kisöccse Marcika, és fél éves korában őt is el kellett, hogy engedjük. Ez egy
Olyan helyzet volt, amikor két jó nagy görcsöt kapott az életkeresztünk. A kereszt, ami egyébként nem büntetés, a kereszt feladat, és tulajdonképpen az életünknek az értelme a kereszt. De ezzel a két jó nagy görccsel meg kellett szoknunk, kellett hozzá egy jó hosszú idő, amíg megszokjuk azt a két görcsöt, hogy vinni tudjuk a keresztet. És ez ment is, végül is, mint egy feladatot tudja az ember végül is teljesíteni. Úgy sikerülhetett, hogy a Teremtő mindig ott volt, és fogta a mi kezünket. Valahogyan így történt. És akkor ugye elkezdődött az én életemben ez a meseírói szakasz, tehát mesét írtam, mesés játékos forgatókönyveket, televíziónak, rádiónak és különböző színházi megvalósításra színházi forgatókönyveket. És ugye meséről rengeteget hallottok. Mostanában az utóbbi 15-20 évben egyre hát majdnem, hogy tehát egyre nyitottabb a kérdés, mindenkihez eljut, hogy még a mese, és még a mese, mennyit tudni való van róla. Most, ha én nem tudományos oldalról, hanem meseírói oldalról nézem a mesét, én nekem 16 válaszom van arra, hogy mi az a mese. Hogy mi az a mese. A mese elsősorban minden mese egy nagy utazás. Utazás, amikor a mesemondó, a felnőtt megfogja a mesehallgatónak, a gyereknek a kezét, és együtt indulnak a sűrű sötét erdőbe, amely minden lépésnél sűrűbb és minden lépésnél sötétebb, sejtelmes állomások várhatók benne. Másodszor a mese utazás az álmainkba, a játéknak a szárnyán. A mesében ugyanúgy, mint az álomban, a valóság van jelen. Bocsánat. Ott van a teljes életünk, csak egy kicsit másképpen. A mesében is, és az álomban is. Valahogyan így van. Harmadszor a mese átlényegülés. Akkor, amikor mesét kezdünk mondani, és csak annyit mondunk, hogy hol volt, hol nem volt, a mesemondónak megváltozik a tekintete, megváltozik a lélegzetvétele, megváltozik a szívdobbanásának a ritmusa, megváltozik a bőre kipárolgása, és minden. A mese egy játékhinta a valóság fölött leng, és átlendít bennünket egy költői világba, a művészetnek, a mesének a világába. És így minden változik. A mese negyedszer a felhalmozott erkölcsi tudásnak, a tudás átadásának az egyik, talán legfontosabb eszköze. Sok-sok évszázad telik el, és a felgyűjtött tudás, ami nekünk felnőtteknek azért fontos, hogy megerősítést kapjunk az életünkhöz és az életünknek a gondjaihoz, a konfliktusaihoz és az örömeihez. A fiataloknak meg egy útra való ahhoz, hogy az életbe jól indulhassanak. Ötödször a mese
a kisgyerek, tehát a 6 éven aluli, így a fogváltás előtti korra, ha gondolunk, a kisgyerek számára a valódi valóság a mese. Mert az, ami bennünket körülvesz a mindennapjainkban, az a kisgyerek számára, bár majmolja és mond sokféle olyasmit, amit ellesett a felnőttektől, sikere van, nevetnek, ismétli, még egyszer mondja, de nem érti tulajdonképpen az összefüggést. Keres olyan szinte tudományos kérdésekre is választ, hogy a napocska azért mosolyog, mert jó kedve van, amikor szépen süt a nap. Amikor elbújik egy felhő mögé, hát akkor elbújt a felhő mögé, mert szomorú. Vagy van olyan eset, amikor családi asztalnál, esti vacsora asztalnál ül a család, és akkor Norbika, ne egyél bele a dédi ételébe, mert náthás vagy, és megbetegedhet. És akkor Norbika ezt tudományosan folytatja, hogy igen, és ha beleeszem, akkor én meg ráncos leszek, ugye? És egyáltalán próbál komoly válaszokat adni a kérdésekre, de ő neki az igazi valóság, az igazi valóság az a mese. Karácsony Sándor még tovább ment ebben a kérdésben. Ugye a nagy református pedagógus, ő azt mondta, hogy a gyermek vallása a mese. Ez az a terület, amit ő meg tud vallani, és a sajátjának érez a 6 éven aluliak elsősorban. Hetedszer a mese a szabadságnak és a végtelen lehetőségeknek a birodalma. Egyszerűen nincs lehetetlen, és nincs határa annak, amit teljesíthetünk a mesében. A nyolcadik az igazi demokráciának a birodalma, a mese, ahol a kiskondás ott ül a királlyal egy asztalnál, és a szegény legény megszerezheti a királylány kezét, még a fele birodalmát is. És hol van ettől bármelyik politikai izmus, ami mindegyik elmondja a demokráciát, de van egy birodalom, ahol a demokrácia valóban él, az a pedig a mesének a birodalma. Kilencedszer a mese a csodáknak a birodalma, ahol varázseszközök segítenek az ősgonosz elleni harcban, és az ősgonosz legyőzhető. De van egyetlen egy birodalom, ahol győzni tudunk a gonosz fölött, és ez a mesének, a mesében győzni tudunk. A mese hát tulajdonképpen ebből következik, hogy az a folyamat, ahol a kisgyereknek a feszültsége oldódik. Mindaz, amit már ismert, mert beszéltem róla, a körülöttünk élő valóságban élő rengeteg megérthetetlen, feldolgozhatatlan tény, ami egész nap történik a felnőttség világában, és ami kudarcokkal jár, feszültséggel jár, és ott él benne, az a mesében feldolgozódik, mert a mesében győzelem van a végén, a mesében győz a jó, és győz az igazság. A magyar népmesékben feltétlenül így van. 11-szer a mese, az előzőből következik ez is, a vigasztalásnak és a bátorításnak az eszköze a kisgyerek számára. Milyen fantasztikus, hogy ott vannak a próbatételek, ott vannak a nagyon nehéz ellenfelek. Ott van az a tény, hogy a főhős
lobbizik, mai szóval, tehát ez egy modern dolog, társakat talál maga mellé, nem mindig tudatosan keres, hanem lesznek mellé társak, feltétlenül azért, mert ő adott valamit, tehát én már jót tettem valakivel, és kapok cserébe egy olyan erőt, amivel együtt tudunk harcolni az igazunkért, ami győzni fog. A mese 12-szer erkölcsi útmutató. Az erkölcsi útmutató pedig azt mondja, hogy erőfeszítés nélkül nem lehet elérni semmit. Azért vannak a próbatételek, hogy kiderüljön, hogy képes vagyok-e erőfeszítésre. Itt van ez a, sokat beszélünk mostanában a rezilienciáról, ahol tehát olyan hősök tudnak a mesében megjelenni, akik mindenféle nagyon nehéz helyzethez alkalmazkodni tudnak. És a rezilienciának a legmagasabb foka a szerendipitás, amikor nem csak, hogy alkalmazkodom a nehéz helyzethez, hanem a nehéz helyzetet végül is a saját javamra tudom fordítani. Kádár Anna Máriánál olvastam egy fantasztikus történetet a székely nagymamáról, aki az egész életét egy kis székely falucskában leéli, és jön a rendszerváltozás, az unokája Amerikában dolgozik. És az unoka fejébe veszi, hogy már pedig a nagymama nem halhat meg úgy, hogy ne lássa a világot. És a nagymama egyszer egy szép napon a repülőgépen találja magát, leszállnak a New York-i repülőtéren, és a nagymama várja az unokáját. Igen ám, de az unoka egy hatalmas dugóba kerül, és akkor ott áll egy idős asszony, elképzelem magamnak a székely nagymamát, aki egy szót se ért abból, ami körülötte zajlik, nem tudja, mi van a csomagokkal, nem tudja, mi van az unokákkal, mi lesz itt vele, hát a romjaiba dőlhetne. Csak a nagymama nem egy ilyen, a nagymama egy székely nagymama, és most a szerendipitásról beszélünk, a székely nagymama körülnéz, és odalép a hozzá legközelebbi férfihez, aki éppen egy sötétebb bőrű fiatal férfi, és azt mondja neki, fiatalember, nem beszél maga véletlenül magyarul? És a fiatalember azt válaszolja rá, hogy de igen. Kiderül, hogy Magyarországon szerezte a diplomáját, és egész jól beszél magyarul, és a néninek a egész láthatatlan probléma köre meg lesz oldva. Hát a mesehősök mind ilyenek. A mesehősök ugye semmi olyan helyzet nincsen, nem tudom, gondoljunk Fehér Lófiára, hogy micsoda halált megvető bátorsággal kell megoldania egymás után nagyon nehéz ember próbáló feladatokat. Egy komoly erkölcsi útmutató a mese, ami mély nyomot hagy. A mese 13-szor hagyomány és teremtés. Tehát ott van a mesében mind az ős régi legendák regéknek a lenyomata, és ugyanakkor teremtés is, mert új meséket írnak mai meseírók, az égből pottyant mesékben ugye megjelennek a lakótelepek, megjelenik a uszoda, megjelenik a markológép, a kismarkoló, akinek a paparkoló az apja, és a mamarkoló az édesanyja, és ott van az autóverseny, és meg számtalan a mai életnek az eseményei, és ezen keresztül hat hagyomány és teremtés,
A mese 14-szer a titkoknak a birodalma, a titkok birodalma, ahol nem érvényesek a logikának és a természetnek a törvényei. És a remény birodalma, 15-ször, a reménynek a birodalma, amikor megállás nélkül kitartóan reménykedünk abban, hogy az igazság győzön, és az igazság győz is. És emiatt szeretjük a mesét, mi felnőttek is, mert van egyetlen egy hely a világon, és ez a mesék birodalma, ahol az igazság győzhet.
ki iskolából, ahol imádják a hallgatói, a diákjai. Hány benézet van? 24. 24. Aztán, de örülünk, hogy itt vagy. Ukrajnából nem 3 éve, 13 éve dolgozunk együtt Istennek. Hála, és a jövőben is a zene, az igazság, mondjuk az előbb, és a tréfa. Én a derű szót használom inkább, és azt is képviselem a születésemtől kezdve. A Döbrendei Ildikóval való kapcsolatunkban mondtam a fixet, hogy van egy pont, ahova nekem mindig van kedvem menni, és ahol 55 éve megérkezem, és vártak is, és jó volt oda megérkezni. Ehhez kellett a test rettenetesen, kellett a beszélgetés, például a derűről, hogyha beszélünk, ugye holnap itt a tréfaszót használják, de többleteinknek olyan jobb közönségem a Földön nincs. A mai napig, naponta esetleg gazdagásra tudom deríteni. De a harmadik nélkül nem működne ez a kapcsolat 55 éve, az pedig a minden estén útmutató olvasásunk. Ez egy protestáns, zseniális biblia kalauz, amiben a kösz szépen! Köszönöm! Luterátus teológusok 100 éve keresztül az Ószövetségben megjövendőlt dolgokat az Ószövetségben a jézusi példázatokban meglelték. És egy ószövetségit, hogyha elolvasunk naponta, és hozzá egy új szövetségi megfelelőt, egy jövendőlést, meg egy példázatot, a teste barátainknak kb. 30 éve egy Döbrendei Ildikóval, vagy aki semmi nem érdekelt, azoknak ajándékozzuk ezt karácsonykor. Ja, ugye a mikrofonra igen. Kis terem ez, hogy ezt elfelejtem, de a felvétel miatt nagyon fontos, igen, értettem. Jó, tehát az útmutató nélkül, na de kedveseim, hát hogyha 13 évig albérletben lakik az ember, és az első 9 évemben csak az Állami Bábszínházban havonta évadonként játszottam 10 hónap alatt 400 előadást, és szállodában töltöttem 20 éjszakát, 9 éven keresztül, utána pedig a Móka Miki Zsebszínház, a Vándorszínházi előadásommal, a Operettszínház mellett is töltöttem olyan 20 éjszakát szállodákban, akkor hogy lehet, hogy a Döbrendei Ildikóval lelki kapcsolat is volt, meg minden este bibliaolvasás? Hát úgy, kedveseim, hogy amikor az albéletben laktam, olyan albéletet választottam, ami mellett telefonfülke volt. És a cuccosomban, mert akkor nem hátizsákot hordtunk, hanem cuccost a vállunkon, és a cuccosomban, a váltás fehér nemünk kívül mindig volt egy tábla, amire az volt ráírva, hogy nem működik, és egy akasztót szereltem rá. És hazaértem a 24 órából, én otthon töltöttem, mert ugye általában este 10-kor jöttem le az öltözőből, a színpadról a zuhanyzóba, 35 éves koromig, 18-tól, és kiakasztottam mindig a telefonfülkébe, és a telefonfülkéből hívtam föl, akit kellett, a szállodából pedig, hogy lehetett az, hogy az albéletbe telefonálunk? Hát képzeljétek el, hogy mi voltunk Döbrendei Ildikóval az elsők Magyarországon biztos, akik saját névre szóló vonalas telefonnal rendelkeztünk. Mert abban a Naphegy utca első kerületi, nagyon drága albérletben, 1100 forint volt a havi fizetésem a Bábszínházban, 68-ban, és az albérlet pedig 1100 forint volt kereken,
és még a rezsiben is hozzá kellett járulni havi 100 forinttal, azt már a vándorszínházi, meg a vidéki pluszpénzekből tudtam fedezni. Tehát nem is volt elég a fizetésem az albérletre, de mi történt? Jön a főbérlő, és azt mondja, hogy itt vannak lenne a telefonszerelők a ház aljában, és akik a házban laknak, azoknak jár egy telefon, akik itt a házban laknak. És nem akarom-e én bevezetni a telefont, mert ő neki erre nincs pénze. És mondtam neki, hogy hát dehogy nem, nagyon szívesen bevezetjük a telefont, hogy ne. És akkor már is volt a Bölöni Kis István zseniális báb színész, és Havas Gertrúd, aki a Mazsola Manócskában ezek együtt játszottak, a Bölöni Kis István és Havas Gertrúd, és őtől mindig tudtam kölcsönkérni pénzt, és mondtam neki, hogy esetleg tudnál ebben segíteni. Igen, hogyne, természetesen. Csak azt nem tudta senki, hogy akinek a nevére jön a telefon, azért nem a főbérlőjé, hanem azért a telefon, aki kifizette, és a nevén szól a telefon. Hát a napokban szüntette meg a lányunk a 312-1822-es telefonszámunkat, amit 1978-tól az albérletben, és utána vittük magunkkal, amerre mentünk a telefont, mert persze hozzánk ragadt a telefon, és akkor minden este a világ végéről is én Döbrente Ildikót föl tudtam hívni, és azt az egy ószövetség és egy új szövetségi példázatot el tudtuk olvasni, és a mai napig addig nem alszunk el, ameddig nem tisztáztuk a egymással való viszonyunkat. Igen, lelkileg és szellemileg, aztán testileg, ahogy megbubbolni lehet, hát akkor, és a nyugdíjas szexhez még hagyd tegyek annyit hozzá, hogy érdemes azzal megöregedni, akivel fiatal korodban szexeltél, mert lesz kivel mire emlékezni. És tanúm van rá, mert csak fantáziálsz, valami pornót láttál fiatal korodban, és azt hiszed, hogy te csináltad, hogy te voltál a főszereplő, nem. Ez ilyen szempontból is csodálatos, de az imához, hogy a kedvencemet mondjam el, hogy most mondták, hogy az imat az a gyereknek csak úgy besújkolják, és akkor mondja, hogy nem is gondol rá, és csak muszájból imádkozik a gyerek. Nálunk az nem úgy volt. A Dorka is mindig mondtunk kötelező imát, én Istenem, jó Istenem, a mi atyánk, és a harmadik a szabad ima volt mindig is, és az én gyerekkoromban is. Én három vallásban nevelkedtem, evangélikusként, itt van a Luther rózsa a zsebemben, itt van édesanyámnak a református kis csillaga, ezeket még mind az apám tűzte ide, ezt meg az anyám tűzte ide még a 90-es években, és a római katolikus nagyszülei miatt kellett az ezüst 5 forintost, ahogy két hete meséltem már a Szent Antalhoz ordani a szekszárdi bélatéri római katolikus templomba. Nehéz volt ellenállni a nelopinak, de mindig sikerült, körbejártam a templomot, és utána bedobtam neki, csináljon vele, amit akar. És a 4 évig, 10-től 14 éves koromig pedig a zsinagógában gyújtogattam, ottogattam a lámpákat, mert a Schreiber bandit a zsinagóga kántorának a fiát mellém ütette a tanítónéni, hogy, mert én biztos, hogy nem csúfolom, mert azért csúfolták, mert úgy nézett ki, mint egy pulyka tojás, és pulyka tojásnak csúfolták. Tehát még abban a vallásban is tapasztalatokat tettem szert, azért tudom például most is például, hogy Hanuka van például, őnáluk nagyon nagy öröm van, és imádkozom is, hogy akkor már valami történjen ottan keleten, hogy a Hanukának is legyen valami hatása arra fele is, de akkor most a kedvencemet mondom az imában, méghozzá a legkisebb unokától, mert tudnék 30 példát mondani mindenkitől, de a legkisebbtől, Violkától, amikor a szabad imához érkeztünk, 5 éves volt akkor, és akkor
én, ő is mondja, hogy... És akkor, és az se álmodjon rosszat, akit nem szeretünk. Amen. És akkor én már előtte imádkoztam, de utána mondtam, hogy jaj, bocsánat, édes uram, még elfelejtettem valamit neked mondani, hogy, hogy még az se álmodjon rosszat, aki minket nem szeret. Amen. Csönd, Violka megszólal, olyan is van. Az igazság, a derű és a zene. A arra, hogy a hangja honra száll, szállt cukorkát, a varázslat valóságát. 15 szempont hangzott el, 16-ot ígértem, a 16-ban van a igazi nevelő erő, a 16. a szolidaritás, amikor a kisgyerek, a mesehallgató gyerek barátságába tudja fogadni azt, aki mesél neki, azt, aki megosztja magát vele, azt, akivel azonos egy világban élnek. És csodálatos gyümölcse van ennek, amikor kiderül, hogy a mesének és az imádságnak közös vonulatai vannak, azonosságai vannak. A mesében ugye ott van mindig az, hogy társunká fogadjuk a gyereket azzal, hogy mesélünk, és egy világba kerülünk. A szüleim, apám, anyám, vagy nagyszülők befogadnak engem most ebbe az ő életükbe. Az imádságban hasonló élmény éri a gyereket, amikor nem csak a szülők fogadnak engem társukká, hanem maga a mennyei atya, aki meghallgat engem, akihez most szólhatok, ez egy felemelő nagy élmény a kisgyerek számára, akkor is, hogyha ez nem annyira látszik rajta. Ott van a remény másodszor, mindig a mesében, hogy minden vesztettnek látszó helyzetből van kiút. Hasonló dolog történik a mesében, hogy nincs olyan nagy butaság, ami megtörtént velem, de most itt összegzem a mai napomat a szabadimában, ugye végig gondoljuk, hogy mi történt velünk aznap, és a Teremtő ad nekem lehetőséget, reményem van arra, hogy valami jobb történik. Ezután a harmadik, ami a lélekgyógyító, vigasztaló erő, ami a mesében mindig ott van, hogy nincs vesztett helyzet, az imádságban pedig az van, hogy a következő percben tiszta lappal lehet tovább indulni. Végig gondolom, mi az, ami nem úgy történt, ahogyan talán kellett volna, de ezt meg tudom fogalmazni, még magamban is, vagy nem fogalmaztam meg, de mégis oldódott, és lehet tiszta lappal fogadni, folytatni. Ezek a fontos pontjai a mese és az imádság találkozásának, és akkor föltehetjük a kérdést, hogy de mi az a határ, ahol a való világ és a mese elválik egymástól? Mi az a, hol kezdődik, mivel kezdődik a mese? Az én válaszom rá, hogy a mese a nyelvezettel kezdődik, amikor kimondom, hol volt, hol nem volt, akkor kerülök egy másik világba, akkor kerülök a mesei nyelvezetnek a segítségével egy olyan másik világba, aminek a nyelvezetét ráadásul ismeri
a, nem csak az óvodás, hanem az alsó tagozat, felső tagozat, középiskola. Ez egy olyan nyelv, amit beszélünk, írunk, olvasunk, tudunk, meséljünk. Egy olyan nyelvezet, ami még arra is segítségünk lehet, hogy valahogyan a nem szeretem iskolai tárgyakat is közelebb tudjuk magunkhoz hozni. Annak idején Szántai Csaba professzorral, aki itt ül a kedves feleségével, sokat beszélgettünk a meséről elsősorban, és eljutottunk odáig, hogy a mese segítségünkre lehet, hogy a mesei alkotás folyamata tegye a gyereket fogékonyabbá és készségesebbé, még esetleg a természettudományos tárgyak iránt is. Ennek az volt a távoli célja, hogy majd a dédunokáinknak is legyen még fizika tanára, biológia, kémia tanára, földrajz tanára, és egyáltalán, hogy legyen dédunoka, és megszületett a tetmese pályázatnak a gondolata, amiben éppen most nyakig ülünk, a harmadik évfolyamát éljük ennek a pályázatnak. Első két évfolyam megtörtént, a második évfolyamnak a mesegyűjteménye, amit Péter most ott felállított az asztalon. Azért tettem ki, hogy lapozgatni lehessen a nem sokára véget érő előadás után a könyvet. A 110 körülbelül legjobb pályamunka került bele ebbe a könyvbe. Ez valójában a jutalom, a díj, amit adni tudunk, hogy belekerül egy kötetbe, egy mesekönyvbe az ő általa megírt történet, a könyv, amivel egy hatalmas lépést tesz, és bekerül a világirodalomba, a könyvet föltesszük a polcra, és ott van a többi könyv között. És benne van az ő munkája, és természetesen benne vannak azok a díjazott munkák, akik első, második, harmadik helyezést, külön díjakat értek el. A mese még a természettudományok megszerettetésében is segíteni tud. Egy olyan nagy lépéssel kell most itt lezárnunk ennek a találkozásnak végül is az idejét, mert eljött az ideje, amikor egymás mellé állva, egymás kezét megfogva hálát adhatunk azért, hogy mindennapi életünkben, szerelemben, játékban, mesében együtt tudunk élni. Mi ebben az életben élünk mesékkel és játékokkal, kudarcokkal, szenvedésekkel, örömökkel, családi és munkabeli örömökkel, amit csak azért tehetünk, mert nem vagyunk teljesen magunkra utalva. Ennek az imádságnak azt a címet adtam, a te utadon. Uram, kézen fogva állunk előtted, mint az esküvőnkön, amikor megígértük, hogy együtt maradunk, elkísérjük egymást a nagy kapuig, amelyen már mindenki csak egyedül léphet be. Uram, 55. éve bukdácsolunk, kézen fogva. Szaporázunk, futunk, néha úgy érezzük, repülünk, máskor vánszorgunk, és csak nagyon ritkán sétálunk kényelmesen a te utadon. Uram, te tudod, hogy a mi generációnk nem kapott jegyes oktatást, nem volt párterápia, nem voltak olvasmányok, videók, nem volt Gary Chapmanünk, Mihalecz Gáborunk,
és a drága szülőkkel, akik mérhetetlen szeretettel bélelték a gyermekkort, az ifjúkort, az életünket. Velük sem lehettek baráti beszélgetéseink, mert abban az időben ez nem volt szokás. Uram, mi Hályok Kovács módra kezelgettük házasságunk napi sebeit. A fáradtságból, türelmetlenségből, önös érdekből ejtett sérüléseinket. Köszönjük, hogy mindig velünk voltál, és segítettél nekünk a lélek és a szellem erejével, alkotó módon megtalálni a megoldást. Köszönjük, hogy lelkiderű gyakorlatainkon elmondhatjuk az utólag szavakba foglalt, hol megnyugtató, hol kacagtató tanulságainkat a fiatalabbaknak. Legnagyobb eredményünk, hogy az elmúlt 55 évben egyetlen egyszer sem kellett csalódottan, háborogva, haragosan befejeznünk a napot. De tudjuk, Uram, hogy mi csak is azért tudunk együtt maradni, mert Te együtt szeretsz bennünket. És jelenléteddel megáldod a perceinket, napjainkat, éveinket. Maradj velünk, hogy mi mindannyian, akik a 8 milliárdból ma itt összegyűltünk, rád és egymásra figyelve tudjunk tovább menni innen a Szent Margit Gimnázium apor-terméből. Amen. Thank you.
Köszönjük szépen az elmúlt két alkalom során átadott rengeteg sok élet tapasztalatot, bölcsességet, gondolatot, történetet, anekdótát, szívbéli jóságot, imát, és természetesen a muzsikát is, Döbrente Ildikónak, Levente Péternek és Misa Vihulának. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltetek bennünket. Amikor nincs pandémia, akkor össze is érnek az új begyeink, ez a testi érintés, és már megvolt a szellemi érintés, és megvolt a lelki érintés, és akinek kedve van erre a zenére, erre mi felénk, és búcsúzóval erre kezet érintünk egymással. Búcsú zene Balázs. Az én mikrofonom az hova kerül? Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az előadással kapcsolatos kérdéseiteket feltehetitek a videó leírásában található linken keresztül. A válaszokkal a jövő héten érkezünk, figyeld a csatornát, és ne felejts el feliratkozni. Találkozunk a következő alkalommal, addig is terjeszd a hírét az újraindult keddeknek. Külön köszönet minden támogatónknak, akik nélkül ez a videó nem jöhetett volna létre. Ha szeretnéd támogatni a munkánkat, keresd a részleteket a keddek.hu oldalon.